Összesen 176 településen lehet majd találkozni a földi permetezést végző járművekkel a késő esti éjszakai órákban. Az eddigi írtások megtették hatásukat, tehát jó ütemben történtek meg az írtások, bár az esős időjárás nem nagyon kedvezett annak, hogy kevesebb legyen a szúnyog, tehát elég megvan a lehetősége annak, hogy a szúnyog invázió jobb legyen, de úgy tűnik, hogy az eddigi írtások azért jó ütemben történtek meg, és így elviselhető volt. Viszont az utóbbi hetekben ismételten olyan esős idők következtek be, amelyek kedveztek annak, hogy a különböző tócsákban megmaradjanak a szúnyoglárvák, a víz és abban a kikelő szúnyoglárvák. A vendégek saját eszközeikkel szoktak védekezni általános módon. Mi a vádszolókon igyekszünk erre is hangsúlyt fektetni, és hogyha programok vannak az esti órákban, mozi vagy kisebb előadások, filmnézés, akkor központi szúnyogriasztó egységeket helyeztünk el, amelyekkel az esetleges szúnyoginváziót tudjuk csökkenteni. Tavasz végén, nyár elején az ország nagy részén alakult ki komoly szúnyogártalom, amit a folyó kisebb áradása és a csapadékos időjárás okozott. Megkeseríti az ember életét, hogyha a nyaralások az a lényege, hogy az ember a szabadban legyen este is, valami grillezés, vagy főzés, vagy valami kapcsán is, akkor a szúnyogok biztos, hogy nagyon zavaróak. Ezért a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés áprilistól folyamatos volt, majd májusban megkezdődött a kifejlett szúnyogok gyérítése is. Jelenleg jó az idő, nagyon süt a nap, tehát most a szúnyogok igazából nem nagyon tapasztalható, hogy jelen lennének. Az elmúlt napokban meglehetősen sok volt a szúnyog egyébként, főleg a vihar előtt, amikor nagyon meleg és párás volt az időjárás. Most hál' Istennek egyébként ezzel nem találkozunk. Ha lenne is, egyébként védekezünk kellene, tehát kenjük magunkat a szúnyogok ellen, sprézzük magunkat, különböző füstölőket használunk. Tehát megpróbáljuk igazából kiküszöbölni ezt a problémát, de most jelenleg, hál' Istennek, nincsenek egyébként szúnyogok. A munkálatokat a napnyugta utáni időszakban végzik el, a lakosság részére javasolt intézkedések. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szúnyogírtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlan tulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket. A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben a szúnyoglárvák ugyanis akár egy hét alatt is kifejlődnek.